Sziasztok, egy apró szerszámot szeretnék bemutatni nektek. Ahogy rá van írva, ez egy mobil phone thermal imager, magyarul egy hőkamera. Így érkezett Kínából, nem tudom mennyi látszik belőle. Egész jól be van csomagolva. Ezen belül található maga a kamera. Van hozzá leírás, valamint egy átalakító. És ez egy USB 3-as kivitel. Hát kivenni nem egyszerű mutatvány. Azért ki lehet varázsolni. Hogy mire lehet ezt használni? Majd a műhelyben megmutatom, hogy mire is lehet használni. Egyelőre, amit el tudok mondani, az az, hogy magának a kis cuccnak, hogy közelítsek rá, tehát, hogy ez a kis kamera, telefonba kell bedugni, így. Jó, hozzá csatlakoztatva. Jó, és már nekem meg is nyílik maga az applikáció. Jó, kizúmolva. Oké. Az applikációt inkább a gyakorlatban mutatnám be, hogy hogyan működik. Az látszik, hogy elég lassan reagál. Na, hőre átkapcsolva, átláthattok engem is. Nézzük meg, hogy egy számítógépnél ezt hogyan lehet használni hibakeresésre. Egy Spectrum Pluson szeretném megmutatni azt, hogy hogyan működik a kamera. Ahogy láthatjátok, van egy overlay mód, aminél rávetíti a kamera képét a gyári kamerára. Hát ez nem igazán találja meg, nem jól működik. Most átkapcsolom szépen csak úgy, hogy a hőkamerát lássuk. Ahogy látható, meg lehet mérni a hőmérsékletet. Durván 50 fokos az ula. Láthatjátok a kezemet, tapintás is lehet ellenőrizni. A CPU, jól látható az 5 voltos feszültségszabályozó is, nagyjából erre képes a kamera. Hőmérsékletet lehet vele mérni, a pontoságáról nem vagyok nagyon meggyőzve, lézeres hőmérővel ellenőrizve egy olyan 4-5 fokot téved. A kamera felbontása sem túl jó, de hibát keresni azért lehet vele, azért jól látható, hogy mi melegszik mondjuk egy képben vagy valamilyen más eszközben. Szóval, hogy összefoglal, hogy mire is jó ez a kis hőkamera. A pontosága nem túl jó, a felbontása is igen alacsony. Amire mégis jó, az az, hogy meg lehet vele találni hotspotokat. Tehát ha valami melegszik, akkor azt nem kell taperolni, hanem megmutatja, hogy mi melegszik. Ez két helyen lehet előnyös, az egyik, hogyha nem fér hozzá jól az ember, vagy a másik, hogyha olyan helyen van, amit nem akar taperolni, tehát mondjuk érzékeny, a elektrostatikus feltöltésre, vagy esetleg 220-nál sem szerencsés mondjuk. Hogyha az a kérdés, hogy ajánlom-e másnak, hát tiszta szívből nem merném. Remélem tetszett ez a kis bemutató. Tartsatok legközelebb is velem. Sziasztok!